Nagyon sok minden elhangzott azok közül, a dolgok közül, amiket szerettem volna a hallgatósággal megosztani a délelőtti panelben. Én ezt sejtettem is, és ezért aztán az előadásomnak az első diáin nagyon gyorsan mennék végig. Ez, amit már délelőtt is láthattunk több előadóan, az előbb Péter előadásában is volt egy másik ábra, ami azt mutatta, hogy a kapacitásokból mennyire a gáz és a megújuló dominancia mutatkozott Európában az elmúlt 10 évben. Én azt gondolom, most ezt a témakört így ugorjuk is, hiszen ez most már hál' az égnek így 6 előadást hallgatva, vagy 5 előadást meghallgatva, azt gondolom, hogy triviális, és ez egyértelmű. Ami azt gondolom, hogy nagyon lényeges, és ezt érdemes kiemelni, Varró Laci utalt rá az első körbe, hogy azért ennek a Németországból kiinduló, de egyébként egész Nyugat-Európára átterjedő megújuló energiaprogramnak van egy olyan oldala is, ami a projektmérettel összefüggés, hogy egy csomó befektetőt vonz be az iparágba, erre majd szeretnék visszatérni később erre a gondolatra, hogy a több mint 200, Laci délelőtt itt 300 ezer befektetőt mondott, aki érdekelt ebbe a szektorba. Ez bizony egy komoly középosztály, ami egyébként a lobbyerők szempontjából is egy kicsit megváltoztatta azt, hogy mit gondol ma egy átlag német a klasszikus energiarendszerek, vagy a klasszikus energiatermelők és a új energiagazdaság szereplői között. Hoztam 2 ábrát, és örültem neki, hogy a Varró Laci ezeket nem rakta föl délt, mert ezek az ő ábráik, igaz az energia, az IEA, a Nuclear Energy Agency-vel közösen publikált egy tanulmányt 2010-ben, amiben, hiszen nekem arról kéne beszélni, hogy költségek, beruházások, hogy térülhet meg egyáltalán egy atomerőmű. Ebben a 2 ábrában, majd mindjárt jön a második, és azt mutatják be, hogy az egyes technológiák bizonyos tőkeköltségek mellett mennyire piacképesek vagy nem. Na most ez az ábra, ez 5%-os tőkeköltséget számszerűsít. Óriási kérdés, hogy létezik-e 5%-os tőkeköltség egyébként a realitások talaján. Nem csak forintban nem létezik, én azt gondolom, hogy sem dollárban, sem euróban nem létezik 5%-os tőkeköltség. Ezzel együtt egyébként, ha ilyen tabuk nélkül beszélünk, akkor nagyon sok általam szemellenzősnek hívott proatom előadásban, ennek és a következő diának csak ezt az első diáját szoktam látni, hogyha valaki azt szokta mutatni, hogy a nukleáris energia mennyire piacképes. Nézzük meg ugyanezt 10%-kal. Láthatjuk, hogy az a európai, én javaslom a középsőt nézni Európába, hogy ott vannak ilyen középértékek azokkal a kis szürke vonalakkal, ugye ott láthatjuk, hogy a nukleáris az bizony jócskán fölé csúszott mind a szénnek, mind a gáznak, és szeretném megjegyezni, hogy ez egy olyan tanulmány, amit ugye részben a nukleáris energiaügynökség készített, tehát ennél csak nukleáris szempontjából csak kedvezőtlenebbeket tudtam volna hozni. Tehát ezt így korrekt ide tenni, mert nagyon sok tanulmány publikál ilyen adatokat, ennél csak nukleáris szempontból rosszabbak vannak. Zárójelben mondanám, hogy én egyetlen amerikai tanulmányt nem olvastam, amelyik egyébként Észak-Amerikára vonatkozva 10%-os tőkeköltség mellett kihozta volna győztesnek a nukleáris energiát, és ez a tanulmány egyébként kihozza győztesnek, azért is mondtam, hogy ennél egyébként nukleáris szempontból csak negatívabb felhangú független szervezetek által készített tanulmányt hoztam, de annyira még ez is elég, hogy azt rögzítsük, hogy egy biztos, ha a teljes élettartamra visszavetítjük ezeknek a technológiáknak a bekerülési költségeit, akkor ezen az oldalon a nukleáris erőmű nem veri meg az egyéb technológiákat. És ez a tanulmány, ugye ez egy 2009-ben lezárt, mert 2010-ben publikált tanulmány, én úgy szoktam mondani, hogy ez a pre-Fukushima árakkal számoló tanulmány, tehát ezt is figyelembe kell vennünk, majd mindjárt mutatok egy másik ábrát, ami ezt egy kicsit jobban fogja árnyalni. Nem szeretnék ennek a tanulmánynak a megújulóra vonatkozó számsoraival foglalkozni, azért nem szeretnék, mert nagyon kimennék abból a fókuszból, amiben szeretném tartani ezt a 20 percet, és azt láttam, hogy itt annyian lesznek még, akik erről fognak ma beszélni, hogy nem kell nekem győzködnöm egyébként senkit, hogy én azt gondolom például, hogy az európai onshore wind az jóval lejjebb van jelenleg, mint ott látjuk ezen a tanulmányon, de ezzel hadd ne beszéljek most erre, majd biztos lesz, aki erre fog fókuszálni későbbiekben az előadásainak. Én ebből a 2 ábrából csak annyit akartam önöknek üzenni, hogy ha a teljes élettartamra vetítjük, akkor még a legkonszolidáltabb, vagy úgy mondanám, hogy a szervezetek közül a leginkább atomenergia irányába forduló szervezetek sem tudják azt leírni, és nem is írják le azt, hogy ez
jobb költség oldalról ez az alternatíva, mint bármi más. Ezt azért szeretném mondani, hogy sajnos Magyarországon viszont ezt nagyon sokszor halljuk. És azt gondolom, hogy ha tabuk nélkül beszélünk erről az egész kérdésről, akkor ezzel kell kezdenünk, hogy ha valamilyen alapon ezt nem lehet eldönteni, az pont az, hogy olcsóbb áramot termel a nukleáris erőmű, mert ez nem lesz igaz. Ezt azt gondolom tényleg, hogy bárhova nézünk, ezt erre nagyon sok bizonyítékot láthatunk. Ezt sem szeretném kommentálni, ezt az ábrát, csak azért hoztam be, mert a nem tudom, hogy igaz-e. Ez a European Photovoltaic Industrial Association-nak egy mostani ábrája. Nem tudom, és nem is szeretnék róla beszélni, hogy igaz-e. És nem érdekel őszintén megmondva személyesen, hogy 2013-ban lesz-e Olaszországban kereskedelmileg megtérülő a fotovoltaikus úton előállított villamosenergia, vagy csak 2017-ben. Mert a témánk szempontjából érdektelen. Ha arról beszélünk, hogy itt egy olyan döntés küszöbén vagyunk, ami 60 évre fog irányt adni a magyar energiarendszernek, akkor számomra lényegtelen egyébként, hogy most 13, 17 vagy 21, nyilván ugye minden szervezet anyagát, hát nyilván egy napenergiával foglalkozó szervezet anyaga is valamilyen szinten lobby anyag, remélem nem sértődik meg senki, hogyha esetleg ennek a szervezetnek a képviseletébe ül ide, mint hogy az előző ábráim is lobby anyagok voltak a maguk nemében, mert azt meg a nukleáris energia ügynökség készítette, tehát nyilván mindenki próbálja a számokat úgy varázsolni, ahogy egyébként az ő üléspontja szempontjából jobban interpretálható, de ne erre koncentráljunk, csak arra koncentráljunk, hogy azért itt nem azt látjuk, hogy majd egyszer a nagyon-nagyon távoli jövőről beszélhetünk, hanem látunk egy ilyen 5-10 éves időtávot különböző európai országokban, ott a tanulmány leírja, hogy ez az átlagos benapozottsági adatokkal számított átlagértékek, tehát minden országban vannak ennél jobb adottságú területek, és ezeket a számokat mondja. Jó lenne ugye ezekről beszélni, reálisnak gondoljuk, nem gondoljuk reálisnak, 10 év múlvára hisszük el, vagy 100 év múlva, vagy soha nem hisszük el. Én fölvállalom, én személy szerint sem gondoltam volna 3 évvel ezelőtt, hogy ez fog történni a napelemek piacán, ami történik a világban. Szerintem nagyon kevesen vannak itt a teremben, akik gondolták volna. Nagyon kevesen. De ez az a technológiai robbanás, ahogy ugye Péter az imént mondta, az a lehetséges telekom boom egyébként, amit nem nagyon szoktunk előre látni, mert ha előre látnánk, akkor mindannyian valami olyan társaság részvényei is lennénk, ugye, amelyik majd a következő időszaknak lesz ez a nagy áttörése. Jó lenne ezeket előre látni. Általában utólag vagyunk mindig okosak, sajnos. Utolsó ilyen általános számsorom, ez meg direkt ide hoztam egy amerikai számsort, mert gondoltam, hogy Európából sokan hoznak számokat. Ez a Department of Energy évről évre publikálja minden évnek a márciusában körülbelül azt, hogy hogyan változtak az egyes technológiáknak a tőkeköltségei. Ezek gyakorlatilag az aktuálisan az Egyesült Államokban folyamatban lévő beruházások alapján számított várható értékek, hiszen ugye itt mindig a jövőre vonatkozóan jelez egy előrejelzést. Ugye megvastagítottam a nukleárist, ott van a egy év alatt láthatjuk ezt a 37%-os növekedést. Összenéztem a 2010-es riportot a 2011-es riporttal, tehát ez ugye ez a két egymást követő két. Minden évben van ez a publikáció, ez publikusan hozzáférhető adatbázis. Ugye látjuk a másik oldalról, meg az előbb beszéltem a napról, és azért hoztam azt az egy ábrát a napról, hogy látjuk, hogy ott meg van egy teljesen nagy mínusz. Na most, ha csak a 2011-es számsorra nézek, akkor mondjuk ebben az alternatívában még mindig azt tudom mondani, hogy nyilván egy beépített kapacitás a napenergia tekintetében az nem jelent ugyanakkor a termelési értéket, mint amit jelent egyébként a nukleáris kapacitások tekintetében, mert még az elsőnél mondjuk 20-25%-kal számolhatunk, a második esetben meg számolhatunk mondjuk 75%-kal, és ugye ez a kettő ez nyilván nem ugyanaz. Tehát, de azért látjuk a tendenciákat, a fejlődés ívét, hogy melyik milyen irányba hat. Ugye Thomas professzor is itt délelőtt utalt az első panelben arra, hogy milyen érdekes ez a nukleáris technológia, abban tekintve, hogy az egyetlen olyan, amelyiknek nem lefelé tart a tanulási görbéje és a költség struktúrája, hanem amióta nézzük ezeket a számokat, fölfelé tart. Minden évben. Gyakorlatilag nem le, hanem föl. Még ugye látunk technológiákat, amik meg permanensen lefelé mozognak. Az a kérdés, hogy ezek mikor ütik, vagy mikor keresztezik egymást ezek a görbék, vagy egyenesek. Kicsit áttérnék egy másik témára, ez pedig Varró László
mutatta délt. Elnézést a felső ábrának a rossz minőségéért. Ez egy szenzációs adatbázisból van. Én ezt a múltkor találtam, ez a Kaliforniai Állami Statisztikai Hivatalnak egy adatbázis, amiben 57 ezer projekt van most már benne. 2006 óta az összes installált napelemes projektnek az összes adata benne van. Csak az a rossz, hogy sajnos az ábrát csak ilyen szerencsétlen print screen módra lehet kivenni. Egyébként maga az adatbázis az letölthető, tehát majd egyszer csinálok belőle egy rendes ábrát, csak most nem volt időm, úgyhogy csak kivettem azt az ábrát. Azért nem látszik rajta nagyon sok minden. De azért ha mondjam ezt a felső dolgot, az egyik az a 1 wattra jutó tőke igény dollárban, ahol ott az van a függőleges tengelyünkön, vízszintes tengelyünkön pedig, hogy hány kilowattos az installáció. Most itt el kell gondolkoznunk azon, hogy igaz-e az a teóriánk, ugye, hogy növekvő skála hozadék, mert ha megnézzük, ez bizony nem nagyon igazolja ezt. Laci más vonatkozásban mondta ezt az első panelben, ugye, hogy azért érdekes, ugye itt jóval kicsebbek az egyedi projektméretek, és ráadásul egyébként, ha azt látjuk a számokban, már pedig hangsúlyozom, hogy 57 ezer installációnak az adatbázisa. Ha 57 ezer adatból azt látjuk, hogy egyébként a 5 kilowattos vagy 10 kilowattos rendszerek 1 wattra vagy 1 kilowattra jutó tőkeigényessége nem nagyon haladja meg a 100 vagy 1000 kilowattosakét, akkor ugye ez egy egészen érdekes világ. Ilyet nem nagyon szoktunk ugye közgazdászként tanítani, hogy mindig magyarázzuk a növekvő skálahozadék elméletét, és ilyenkor elgondolkozunk azon, hogy vajon mennyire igaz ez. A másik ábra az egy 2009-es szintén amerikai tanulmányból van, ez pedig szeles projekteket hasonlított össze. Itt is, hogyha megnézzük egyébként, ugyanezt láthatjuk, hogy valójában nem igaz, hogy a sokkal nagyobb szélparkok sokkal jobb egységnyi befektetéssel, tehát egységnyi tőkeigénnyel installálhatók. Tehát ugyanez van, hogy a small is beautiful, vagy lehet beautiful, nem érvényesül az, hogy ez monoton, csökkenő egységköltséget eredményez. Nagyon érdekes teóriák, amikor arra gondolkozunk, hogy a válság utáni időszakban a tőke az egyik legnehezebben elérhető erőforrás, és hogy melyiket mennyire tudjuk skálázni. Ezek alapján azt lehet mondani, hogy ezek a technológiák jól skálázhatók. És ezt is fontos megértenünk, hogyha az egészben gondolkozunk. Erről nem szeretnék beszélni, mert Bencsek János az föltette ezt az ábrát, aminek nagyon örültem. Én csak azt akarom ezzel mondani, és egy mondat erről csupán, hogy azt azért lássuk, hogy, és Kaderják Péter az imént utalt a gázra, mint kiegészítő energiaordozóra, hogy azért a magyarországi gázfüggőség nem abból adódik, hogy Magyarország az európai átlagnál jelentősen nagyobb mértékben villamos energiatermelésre használna a gázt. Nem ebből van. Tehát amikor a villamos energiarendszerünkbe gondolkozunk, akkor nehogy már azért dobjuk ki ezt az opciót, mert egyébként sokan fűtenek gázzal. Mert ugye most kicsit ezt a helyzetet lehet látni. Megnézzük. Én magam is meglepődtem, amikor először ezeket a számokat láttam, fejünkben nyomják ezt, hogy ez a leggázfüggőbb ország, és amikor megnézzük, hogy hányadik helyen vagyunk, akkor ez nem igaz. Ráadásul a rendszeren belül is nagyon sok hatékonysági tartalék van, mert lennének még bőven lecserélhető gázas kapacitásaink, hatékonyabbá tehető kapacitásaink, amelyek ugye egységnyi gázfelhasználással jóval több villamos energia outputot lennének képesek produkálni. Ez egyébként privát pénzből meg is indult ez az erőműcsere gyakorlatilag az elmúlt években. Na ezek után szeretnék egy picit arról beszélni, ami már egy kicsit közelebb visz arról, hogy mi mennyi, ugye egy paksi, vagy egy elképzelt új erőmű esetében. Ez a három táblázat, ez abból a tanulmányban van, amit még 2009-ben készítettem, és amit most megpróbálunk update-elni, akkor ezekkel a számokkal is bőven kiütötte a biztosítékot, mert ezt a tanulmányt annak idején, hogy a akkori parlament gazdasági bizottság összes tagjához eljuttattam, és ennek eredményeképpen emlékeim szerint 17-en végül is ellene szavaztak a másfél oldalas kormány előterjesztés alapján a új paksi blokkok létesítése című kormány határozatnak, 340 valányan meg mellette, tehát ugye ennyi sikert sikerült ezzel elérni, és óriási publicitást kapott az, hogy azt mondtam, hogy számoljunk le végre azzal a mítosszal, hogy létezik 10 forintos paksi áram. Most én szeretném most mondani egyébként, hogy azokat a számokat, amiket ott akkor leírtam, én akkor is tudtam, hogy ezeket inkább mindent alulról lövök, és nem fölülről közelítem ezeket a számsorokat. De őszintén megmondva, az a alapmodellben, ahol a 8-9-10%-os diszkontrátákkal számolva kijött ez a 15-től 17 forintig terjedő villany, és akkor ráadásul bemutattuk, ugye, hogy ehhez képest, ha számolunk az építési időszak hosszával, amit akkor 7 évben számszerűsítettünk,
kiutó 9 név tart ugye jelenleg, zárójel, bezárva. Kettő, hogyha nem 1500 milliárddal, hanem 2000 milliárddal számolunk, zárójelben a CSEZ által a múlt héten publikált tender dokumentumban, hogy az új temelini erőműnél 2400 milliárd forinttal számolnak, ez van, ez a publikált ára az új erőműnek, csak úgy második zárójel, akkor is azt látjuk, hogy hát ez bizony nem 10, inkább 20. Barátok között. Ez 20 forint. Egyébként ezt a számítást más módon is megnézhetjük, hogy mennyi kilovattóránként. Ha 2000 milliárdba kerül egy atomerőmű, és 10% a finanszírozásom, és ezt ki kell fizetnem rá, az 200 milliárd forint per év finanszírozási költség. Jelenleg a paksi atomerőmű teljes éves árbevétele 180 milliárd forint. Ha ezek után a teremben bárkinek van-e kérdés, hogy létezik 10 forintos atomerőművi áram, akkor azt gondolom, hogy ezzel a két számmal megválaszoltam, hogy addig egyébként, ameddig a nullára írt berendezéseket használjuk. Amit egyébként az 1980-as években finanszírozott meg valaki. Addig létezik, és pontosan addig létezik. Tehát ez egy óriási tévképzet, amit nagyon-nagyon el kell oszlatni, amikor erről a technológiáról gondolkozunk. Mi az, ami majd, hogyha most dolgozunk egyébként ennek a modellnek az update-jén, vagy az új verzióján, mi az, amiket fontosnak látok már most kiemelni? Én azt gondolom, erre utaltam is, azért is be is hivatkoztam ezt a CSEZ-es hírt, ugye ez a mostani elindított tender, 2400 milliárd, én azt gondolom, hogy a magyar ár az valahogy a 2400-2700 milliárd forint körül látható reálisnak arra a tervezett kapacitásra, amit Paksra gondolnak. Tehát nem az az 1500, amivel még két évvel ezelőtt számoltunk. Azt gondolom, ezt még nem gondoltam végig, hogy mi lesz az a reális. Ugye Varró Lacében nagyon szkeptikus volt előbb, hogy semmi nem reális, de mi annak idején 30% saját forrás és 70% hitellel számoltunk. Ez a válság előtt még láthat, úgy gondoltuk, hogy reális arány lehet. Nagyon szkeptikus vagyok ebbe, azt gondolom, hogy szerintem az 50-50 is már igen izzadós lesz. Tehát ugye itt, hogyha emelem a saját tőke részarányát, a hozamelvárásnak is magasabbnak kell lenni, tehát az növeli a diszkontrátát ebbe a minden ilyen modellezésbe, tehát ez is drágítja, ha még több forrást kell allokálni saját tőke ágon. És a harmadik a működés, ugye, ahol szintén délelőtt volt róla szó, azért a stressztesztek és a Fukushima utáni biztonságtechnikai előírások, azok nagyon meg fogják ezt határozni. Még 2,5 percen van. És ezt el fogom mondani, mert erről viszont senki nem beszélt, és nem is fog beszélni, mert azt gondolom, hogy ez talán egy olyan rész az előadásomnak, ami nagyon érdekes lehet. Van egy olyan rész, ami szerintem közgazdászként szinte nem számszerűsíthető, hogy finanszírozható-e egy nukleáris katasztrófa. A TEPCO saját Bloomberg hír november 4-éről, TEPCO ugye megy a japán kormánnyal a tárgyalás, a kárrendezés, hogy ki fogja állni a cechet. Jelenleg 23 milliárd dollárnál tartanak, hangsúlyozottan vállalati publikáció. 23 milliárd dollár. Megnéztem, mennyi a teljes nukleáris, hadd mondjam így, biztonsági, biztosítási alap az Egyesült Államokban egy nukleáris katasztrófa ellenében, egy elég bonyolult ilyen ernyő modellel oldják meg az erőművek, amiben összesen 12,5 milliárd dollár van. Tehát ennyit harmadik fél felé kárként az összes amerikai erőmű egy bekövetett kárnál az alapból 12,5 milliárdot fog tudni előteremteni. Megnéztem, mennyi van a magyar nukleáris alapban, ebben 785 millió dollár van jelenleg. A rossz hírem, hogy ezt se tudnánk mind arra költeni, mert megnéztem az alap gazdálkodását is 2002 és 2011 között, és az alapba befolyó 20 milliárd forintból kb. 8 és 12 milliárd közötti éves összeg megy el. Egyébként a jelenlegi paksi erőmű által termelt hulladékkal kapcsolatos feladatokra. Tehát igazából az a növekmény, ami miatt ezt az alapot létrehozták, hogy a jövő generációkat mentesíti, az valójában 8 milliárd forint átlagosan egy évben. Tehát ennyit hízik ez az alap, nem többet. Egy külön kérdésem egyébként, hogy nem tudom, miért kell a 2012-es költségvetési törvény tervezetébe csökkenteni paksi atomerőmű befizetési kötelezettségét a nukleáris alapba. Nem értem. Valaki majd biztos megmagyarázza nekem, hogy mi történt. Hát engem, bocsánat, de mi az, amit 2000 megawattra nőtt a kapacitás? Nominálisan 2002 óta nem növekedett az atomerőmű befizetési kötelezettsége ebbe az alapba, tehát úgyhogy 500 megawattra több a beépített kapacitás Magyarországon, ugyanannyi a nominális kötelezettség, miközben én adófizetőként egy folyamatosan növekvő részt fizetek az alapba, amit szintén nem értek, hogy én egyébként miért fizetek be ebbe az alapba, aminek az lenne a célja, hogy a erőmű azt, ami még az ő leszerelése utáni feladat, azt elláthassuk.
abból a pénzből egyébként, hogy be kéne kalkulálni az atomerőművi villanyárba. Dehogy nem. Hát erre hozták létre. Nem arra, hogy én 8 milliárd forintos költségvetési támogatással a mostani adomból most támogassam ezt a nukleáris alapot. Szerintem ez mindegy, én azt gondolom, ez nem nagyon magyarázható, de legalább majd ezen jót vitatkozunk. Szóval a lényeg az, hogy látható, hogy ez nem finanszírozható. Tehát ez nyilvánvalóan nem az, és ezt nem fogom elmondani, mindenki nézze meg, megpróbáltam az utolsó ábrán összeszedni, hogy egyébként ilyen peremfeltételek mellett egyáltalán mikor lehet arról gondolkodni, hogy nukleáris opcióba gondolkodjunk, vagy ne gondolkodjunk, vagy ezt mindenki maga, hogyha elolvassa az előadást, akkor elgondolja, hogy melyik oldalra hajlik a kettő közül. Köszönöm szépen a figyelmet!